Hello, szépen Komár Zsolt, aki szeretettel köszöntelek a weboldalamon, a www.komárzsolti.info oldalon, és mekkora egy nap van ma is. Hát jó régen jelentkeztem egy ilyen saját videóval, úgy saját videóval, amiben én itt bármit is elmondok, hogy beszélek. És ennek a mai nap megint apropója van, mert ugye, ahogy beestem itt reggel a Facebookomra, hát azzal fogadott a Facebook, hogy legyek kedves, gratuláljak a feleségemnek, mert ugye házassági évfordulónk van. Ez most nem egy olyan nagyon kerek, de hát ez a 16. kedves hölgyeim és uraim, ez a 16. házassági évfordulunk. Egyébként meg 22 éve vagyunk mi így együtt, és hát erről azért megint csak eszembe jutott jó pár dolog, mert itt, hogyha szétnézel a blogon, akkor láthatod, nemrég jártunk egy elég kellemes nyaraláson, Egyiptomban, Hurgad a környékén voltunk, és nagyon sok jó dolgot megéltünk, megtapasztaltunk a Vöröstengernek, meg az országnak, az éghajlatnak, egyebeknek hála. És hát azért így visszatekint az ember az ilyen évfordulók alkalmával egy kicsikét, mert hallottad már itt korábban is tőlem is, hogy hát nem volt mindig itt sem mindig minden csupa napfény, meg derű, meg móka, meg kacagás, és amikor egy évfordul egy jókorát az ember, és hát már egy 10 fölül, meg 15-ön fölül, azért úgy el lehet gondolkodni rajta, hogy ugye szokott menni a Facebookon is körbe egy idézetes kép, amikor egy ilyen idős házas pár ül egymás mellett, és kérdezik őket, hogy ez hogy értékel, és hát azt mondják, hogy ők még egy olyan korban éltek, amikor a dolgok, hogyha elromlottak, akkor nem kidobták, hanem megjavították őket, és azt hiszem, ez sok szempontból elmondható még kis történetünkre is, mert itt is elég sok olyan helyzet, vagy nem is azt mondom, hogy elég sok, de itt is voltak azért olyan helyzetek, amikor volt kanácsörgés egyebek, vagy nem voltunk annyira jó paszba, és hát ezekből általában mindig csak az hozott ki, hogy volt egy álmunk, volt egy vágyunk, voltak közös álmaink, vágyaink, céljaink, és vannak is, hála Istennek, és akkor mindig tudtunk hozni egy elhatározást, ami aztán kivitt minket ebből a dologból. Hogyha meghoztuk a döntésünket, meghoztuk az elhatározásunkat, akkor mindig elég gyorsan meg is érkeztek a megoldások, vagy azok a módszerek, amik előrébb vihettek. És ma nem fogok itt nagyon sokáig beszélni, de csak hogy néhányat említsek, hát ugye két gyönyörű, okos fiunk van, és hát amikor ők megszülettek, utána ugye egy S, stb., és teljesen természetes, sajnos ezt kell mondjam, de utána Anitát azt annyi időre vették csak vissza a munkahelyére, amit előírt a munkatörvénykönyve, és utána el is búcsúztat tőle, hát elegáns húzás, nagyon sok helyen csinálják ezt manapság, ez kezd egy bevált gyakorlattá válni, és hát ez nem tett jót neki, nem tett jót neki, és hát akkor az úgy általában nekünk sem tett túl jót, így hangulatilag sem, meg egyébként sem, viszont akkor ő eldöntötte, hogy mit akar, eldöntötte, hogy mit szeretne csinálni, azon túl menni, hogy vissza akart menni dolgozni, mert teljesen kész volt, be volt teljesen fordulva itt a sok év háziasszonykodás, főállású háziasszonykodás után, és azért szeretett volna ő is még dolgokat csinálni, tanulni, stb. És hozott egy döntést, és aztán kikecmergett ő is ebből a dologból, és nekem is volt ilyenem, és nekem is volt ilyenem, ugye említettem már azt, amikor nekem is egy jó hosszú megbízási szerződésem ment el a levesbe, és hát utána azért elég érdekes helyzet volt itt. Ez nekem egy legalább egy évig tartó, elég kellemetlen szituáció volt, és fájt is eléggé. És gyakorlatilag engem is azt hozott ki ebből a történetből. Azt hozott ki, hogy eldöntöttem, és utalhatunk itt ki másra is, mert itt hallgatom a belső kör anyagokat, hát azok valami hatalmasak. Egyszerűen elképesztő, milyen sztorik vannak, és itt jut eszembe ugye Tony és Jessica Rush egyik sztoria, mert hát igen, ez is többek között, hogy a Tony Rush is elmondja, és én is elmondhatom most magamról, és még kapcsolódik a témámhoz, a mai témámhoz, hogy én sokkal jobb értékesítő, sokkal jobb eladó vagyok, mint amit így esetleg ránézésre megmondaná, vagy kitalálná, és ezt mondja a Tony Rush is, és ezt tőle lopom ezt a szöveget, mert néz rá a feleségemre, mert néz rám, és én egyszer ennek a hölgynek, ennek az asszonynak eladtam valamit, eladtam magamat. Hát most nézd meg, ennek a hölgynek ez a krapek a férje, én vagyok. Tehát sokkal jobb értékesítő vagyok, mint azt gondolnád, és valószínűleg te magad is így vagy ezzel, hogy te is sokkal jobb értékesítő vagy, mint a környezetet gondolja.
És Tony és Jessica Rushnak is van egy olyan története, ami az elég erős, és hát ők is, ugye Tony is leígérte a csillagokat az égre, és ő konkrétan megígérte a párjának, hogy eljutnak a világ tengerpartjaira is, és egy nagyon jó életük lesz, és hát a házasság kötésük utáni 3 évben már ott tartottak, hogy már télen sem volt fűtés a lakásukban, mert nem tudták fizetni a fűtésszámlát, meg nagyon sok mindent nem tudtak fizetni. Már fizetési felszólításokat kaptak, már kilakoltatásra felszólító ilyen leveleket kaptak, mert az albérletüket sem bírták fizetni, és hát egy ilyen helyzetből tudtak ők is kikecmeregni, ebből tudtak ők is kikeveredni. És ezt is annak köszönhették, hogy akkor azt mondták, hogy eddig és nem tovább is elég, és akkor előre megyünk. Hagyjuk azt, hogy mi volt, hagyjuk, hogy mi az, ami rossz. Azt akarjuk ott, és azt megcsináljuk. És amikor az ember hoz ilyen döntéseket, én erre akarok most ezzel kiukadni. Amikor eldönti azt, hogy elég volt, ami eddig volt, mert vagy nagyon rossz, vagy egyszerűen csak többet, jobbat akarsz, akkor meg fog érkezni az a módszer, az a megoldás, ami kivisz ebből, ami előrébb visz. És én nagyon komolyan hiszek abban, sőt, látom is azért itt dolgokon. Ugye a saját példánk is példázza már valamilyen szinten, és szerintem egy elég kellemes szinten, hogy hoztunk mi is elhatározásokat, és évek óta nem voltunk mi se ilyen remek nyaraláson, most voltunk. Látod, most voltunk, most megtehettük. És itt a megosztásénál többen besajnálkoztak, hogy hát nekik nem lehetséges, már évek óta nem, és én ezt megértem, megértem, csak akkor tenni kell valamit érte, tudod? Úgyhogy otthon mantrázol a szobád közepén is, és hümmögött, hogy Omni Padme Padme Hum, vagy valami hasonló, vagy Abraham Hickshez imádkozol, vagy Eckhart Tollehez imádkozol, abból nem lesz semmi. De abból, hogyha megragadod Eckhart Tollénak azt a gondolatát, hogy most és most cselekszel valamit, de most hozol egy döntést, a mostban élve, és a mostban élve ragadod meg azokat a dolgokat, amik itt előtted elsuhannak, elrohannak, eleve észreveszed őket, abból lesz valami, és nagyon komolyan hiszek abban, visszakanyarodva, hogyha te most itt vagy, és engem nézel most már 7 perce, akkor te akarsz valamit, akkor te keresel valamit, és nekem és a családomnak az, amit én itt hirdetek, ez nem egy ige. De ez egy olyan dolog, egy olyan csoportosulás, egy olyan mozgalom, egy olyan cég, ami neked is segíthet eljutni az álmaidhoz, a vágyaidhoz. Viszont akkor most cselekedned kell. Mégpedig azt, hogyha nem vagy feliratkozva hozzám, akkor feliratkozol a hírleveleimre és a frissítéseimre. Ott kapsz blogbejegyzéseket, kapsz szakmai tippeket, trükköket, cikkeket, sok minden mást, és kapsz egy remek videót, ami képbe hoz. Ez egy elég hosszú videó, sajnálom, sajnálom. De egy ilyen videó kell ahhoz, hogy megérthesd azt, hogy mit csinálunk mi, miből vannak nekünk online bevételünk, és miből lehet neked egy ilyen online bevételed, egy elég fajlagosan, elég magas online bevételed, úgyhogy akkor iratkozz fel. A másik verzió ugye lehet, hogy már jó régen itt vagy, én itt azért látom a lista szoftverből, hogy kik és mennyi ideje követnek, milyen rendszerességgel követnek. Ha meg te már itt vagy egy ideje, és fel is vagy iratkozva, akkor összesen annyi a dolgot, hogy ide már betettem, sőt, már több levelemben most betettem, illetve a blogbejegyzésben is betettem azt a gombot, amin keresztül csatlakozni tudsz hozzánk, csatlakozni tudsz ehhez a csoporthoz, és el tudsz kezdeni termelni bevételeket, el tudsz kezdeni kialakítani egy olyan rendszert, ami neked is segíthet. Ez rólad szól, tudod, ezt szoktam mondani, ilyen dolgokat szoktam mondani, gyere, tarts velem, építsük együtt a te jövődet, nem az enyémet. Én építem az enyémet, köszönöm. Na most gyere is, tegyünk valamit a te érdekedben is. És itt el tudunk vezetni, el tudlak vezetni olyan információforrásokhoz, olyan tudásanyaghoz, amivel ez sokaknak összejöhet. Nem mindenkinek, de sokkal több embernek, mint a hagyományos, jól megszokott jó öreg network marketingben, vagy MLM-ben, vagy kapcsolati marketingben, vagy ki hogy nevezi, végeredményben ugyanarról beszélünk. Tehát a dolog lényege, hogy most kell cselekedned, minél hamarabb. Már a héten is csatlakoztak hozzám többen is, személyesen hozzám is, a csoportomban is voltak megint csatlakozások. Úgyhogy ez mozog, ez működik, ez történik. És már héten is vettem ki megint jutalékot, úgyhogy, és ez veled is megtörténhet. És veled is megtörténhet az, hogy nem is olyan sokára talán te helyezzel ki ilyen nyaralós videókat, meg szép az élet videókat, amiken te szerepelsz a családoddal, vagy a pároddal, a kedveseddel is, és élvezitek azt, amit megálmodtatok, amit megcéloztatok, és amit elértetek, mert megérdemlitek, csak cselekedni kell. Na, hát akkor jó cselekvést kívánok,
és egy sikeres napot. Csak.